Szép jó hajnalt mindenkinek. Turin vagyok. Ez pedig az Off Blades and Tales folytatása. Van jó néhány quest, amit meg tudunk oldani. Majd legalábbis reméljük, hogy meg tudjuk oldani. Például ez a bánya délnyugatra a várostól. Tippere, vagy ez, vagy valahol itt a... valahol. Majd meglátjuk. Jó. De akkor dél felé kellene távoznunk. Vagy leginkább délnyugat felé. Oké. Azt hiszem itt a... mi ez? Cuccot megkerüljük. És azért próbáljunk délnek menni, vagy dél... hát azért dél a leginkább az irány. Ennyi időnk van, 300 kör, az még elég egy valameddig. Egy-két mező felderítésre azért csak elég lesz. Na, úgy látom, hogy nincs érdemben semmi. Na, ott lenne egy mana, de most az azért nem egy tétel. Azért önmagában nem küzdünk. No. Itt semmi. Abba se lepődnék meg, ha itt lenne a bánya. Úgyhogy akkor nézzük meg, hát ha már itt van ez a bogyó, akkor ezt szedjük föl. Ó, hát annyira nem jó, mint amennyire tűnt. Gyógyital jöhet. Oké. 12. szint. Mi hanyadik szintűek vagyunk egyébként? 12. Tehát ez az egálos, és innen lesznek nehezebbek. Felteszem, ahogy távolodunk még dél felé. Jó. Másik irányba is majd lesz egy, bár az lehet, hogy a folyó túlpartján lesz. Jó, azon a területen van egy, hát akkor menjünk át, és keressük meg azt a speciális zónát. 12. szint. Ez is csak szuper nehéz. De mondjuk cserébe jó XP-t ad. Amennyire meg tudom mondani. Ó, hogy itt van egy ilyen tábor. Még egyet várunk. Au! Az csúnya! Az csúnya! Ezt először kilőjük. Oké, és akkor ezt a tábort meg tudjuk enni. Pihenünk, gyógyulunk, mentünk. Jó. Hát, hetes, csak mondjuk egyébként nincs benne semmi. Gyógyitalok, mi egyebek? De akkor azt hiszem, itt ennyi. Mondjuk hasznos lesz mindenféle egyébre. Meg úgyis kell majd az éjszakát megvárni. Lassan azért esteledik. Még egy kicsit itt körbenézünk. Hát, ha találunk valamit.
Hát nem ezt vártam, de... De ha ez esett, akkor az a gyógy... Bogyó az jól fog jönni. Oh, egyszerre kettő. Szerencsére... Ezt egyenlőre itt kihúztuk. Jó. Hát azt nem tudom, hova ment az a bogár. Mindegy. Azért két gyógynövény. A bogarat mondjuk szívesen megcsíptük volna, de... Úgy alakult, hogy nem. Ajaj, kezdünk nagyon nem jól állni. Jó, akkor szerintem visszamegyünk a cucchoz. Oké. Itt meneküljünk egy picit. Ezt mondjuk el tudjuk intézni. Szeretnék nem eldobni egyéb dolgokat itt a pihenőhely előtt. Várjunk igazából reggelig. És aztán menjünk el akkor abba a barla vagy bányába. Még akkor is, ha az könnyen meg lehet, hogy nagyon veszélyes lesz. Mana-mana nem különösebben segít. A virágok azok abszolút jól fognak jönni. Oké. Hát lássuk. Aztán megvan, 12. szintű volt, nem? Nem láttam. Ott egy gyógyító növény. Próbáljunk el, ahogy van valami. Ez egy újabb tábornak tűnik. Tényleg ott semmi. Ha meglátjuk, határozottan aha. Jó, azt robbantsuk rá. Egy ilyet hegyünk meg nagyon gyorsan. Ugorjunk arrébb, és akkor talán túléljük. Nem öltük meg egyből, úgyhogy kellett. Nagyon is kellett ez. Nem biztos, hogy túléltem volna még egy pofont. Jó, hiásszal. Ú, vagytok páran. Vagytok nem kevesen. Vagytok nagyon-nagyon-nagyon nem kevesen. Ó, ez már gyártja itt nekem a mindenféle cuccokat. És miért nem tud odaugrani? Oké.
Ja, hogy az tűzgolyót lő. Oké. Na, azt nem vártam. A tűzgolyót nem vártam. Még jó, hogy mentettünk. Nem túl régen. Oké. Hát nem, ezt nem vártam volna. Oké. Ott valami... egymást gyepálják a helyi erők. Hát ha beleszállhatunk a végébe. Valahogy úgy kéne megérkeznem oda, hogy ne legyen nagyon zavaró. Azt hiszem, ott valakikkel délen harcolnak ezek a nyavaják. Ami annyira nem zavaró, nem nagy baj. Annyira nem zavaró. Oké, pár bogárka. Azt most... Azt hiszem itt van a tábor széle. Ha jól láttam, de lehet, hogy nem láttam jól. Majd meglátjuk. Ott egy gyógynövény. Azt marjuk fel. Még valahol itt kéne lenni annak a tábornak. Most vagyunk itt a tábor aljánál. Jó. Oké, az a baj, itt most elég sokan jönnek egyszerre. Kicsit kevesebbet szeretnék. Hogy ne olyan nagyon-nagyon nyomjanak itt el. Macit megesszük egyedül. Sipka. Valahonnan nem is tudom, ki támad. Oké, még egy lépés. Ez most annyira nem volt szimpi. Kicsit lökjük el. Remek. Alakulunk, alakulunk. Térkép darab, azt tetszik. Ezt azért kihagytam volna. Ezt meg így főleg. Remélem túlélünk még egy esetleges támadást majd tőle. Biztos, ami biztos, eszünk egyet, mert még itt valószínűleg
Egy-két akadály lesz. Ott egy íjász. Ahogy ő már tud íjászkodni rám, annak nem örülök. De utána annyit meg vagyunk. Jó. Ezt azért takarítsuk föl. Itt akkor tudunk, hogy hívják halni, gyógyulni, menteni. Na. És akkor másodszorra meg vagyunk. Na. Annyira nem volt legyőzhetetlen a banda, csak erős. Kétszáz meg egy elég sok minden. 9-szer. Hát aznak annyira nem örülök, hogy itt egy 9-es botot lehetett volna találni direktbe. Mert akkor az a múltkori megvett speciális botunk az most nem annyira izgalmas. Jó, nem tudom, mi vagy. Oké. Ezeket a próléknak kiszedjük. És akkor meg lehet nézni azt a bányát, mert felteszem a déli, tehát a magát a bányát is ki kell takarítanom. Meglátjuk, hogy az mennyire lesz bonyolult, sok, nehéz. Oké, hát gondolom itt szokás szerint csapda. Oké, sokan vannak és pusztulnak. Ha, valakinek a tűzgolyója. Az ellen nem nagyon tudok mit tenni. Ha csak így a varázslót közelharcba megtámadhatom. Oké, és innen le tudjuk lőni ezt a csapdát. Kis küzdelemmel. Nek nincs HP-ja? Nincs. Hát akkor nincs HP-ja. Jó, és túléltük. Nem azt mondom, hogy könnyen, de túléltük. Ez azt hiszem azért segít. Nem biztos, hogy jó ötlet volt. Oké, tudunk ugrani. Izgatott Maci elől. Egyet tudunk rálőni. Mondjuk ide. Oké. És innen megkilőjük, míg repülnek a tűzgolyók. Remek. Két remek cucc. Ötös willpower, az már jól hangzik. Az már tetszik, mint nyereség. De azért innen annyira nem lepődtem meg egy csapdába. Oké, vajon merre kell menni? Ki tudja, mind a két irány nem jó.
Ugorjunk be ide. Oh, hello, dupla. Ide ugrunk, és akkor mind a kettőt fel tudjuk robbantani. De sokan vagytok. Oké, kezdünk nem vicces helyzetbe lenni. Gyógyital. Oké. Nem látok rá. Annyira nem nagy baj. Oké, Maci elől egyenlőre menekülünk. Ha fene vigyel. És akkor valószínűleg kezdhetjük újra az egész menetet. Ami tényleg baj. Vagy majd kiderül. Mert itt azért elég sokat letudtunk. Aha, ki kellett volna menni itt. Az első sikerük után. Hogy azt mentsük. Na mindegy. Jó, ezt ugorjuk szépen át. Oké, egy virágot dobjunk be. És utána ezt meg, még így is. Így már nem volt annyira vicces. Oké, egyenlőre jók vagyunk. Gyakorlatilag magára robbantja. Oké. Hát az úgy egyszerű. Eset. Ez így. Hát ha nem is tökéletes, de nem is olyan rossz. Meg majd lesz az íjász cucc a végén, de hát az még... Au! Na ezzel nem számoltam, hogy itt találunk egy újat. Oh. Oké. Így ezt még nem öltük meg. Meg ott jönnek a kis pókicák. Mondjuk az a legkisebb baj, azt felszecskázzuk. Most megöljük. És utána ezt is. Na hát annyival vagyok előrébb, hogy ezt most megtaláltuk. Hát hogy ez hasznos, azt nem tudom. Mondjuk XP-t adott, azt azért nem mondhatjuk. Hogy azt nem hozott. Jó. Ezt az első csapdát aktiváljuk. És akkor most menjünk ki, hogy mentsünk. Hogy ne járjunk úgy, mint a múltkor. Nem szép dolog, de egyszerűbb így megoldani.
Aztán persze kiderül, hogy most esetleg egyébként reszetelte, nem. Vagy nem is úgy látom, hogy nem. Ahogy az ellenfeleket, igen. Oké, most nagyobb gebaszba vagyok, mint voltam. Ha valóban minden ellenfelet visszarakott, de úgy látom, hogy csak egy darab íjászt rakott vissza. De az majdnem nagyobb kárt okozott, mint a többi. Oké. Apró pókocskákat visszarakta, az mondjuk csak XP. Ez érdekes, hogy bizonyos dolgokat visszarakott, másokat meg nem. Csapdát nem, legalábbis ezt a csapdát nem. Oké. De sokan vagytok itt. Azt szedjük ki. Azzal meg kettővel egyszerre nem kéne megküzdeni, mert az ritkán tartozik a jó ötletek közé. Remek. Ez egy nagy pofon volt, de megúsztuk. Nem tudom, mit kattint, de valószínűleg úgy is kell nekem az a kallantyú. Úgyhogy miért ne? Egy csomó fincsi lút. Azt hiszem az a lejárat. Egy mágus. Oké, ha nem kíván részt venni itt a legyőzésemben, akkor nem ragaszkodok hozzá. Az meg mit keres ott? Jó. Oké. Úgy érzem, annak nem ott a helye. De lehet, hogy én vagyok fura. Oké. Azt hiszem, ha itt ugrunk, akkor a második ilyen hátba szúrását megsporolhatjuk. Hogy úgy mondjam. Oké, na most jöhet egy nagy pofon. Először te halsz. Kezdes sok lenni. Oké, ezt egyelőre megúsztuk. Azt hiszem egyébként más már nem lesz ebbe a szobába. Némi lúton kívül. És persze nyilván akkor kimegyünk majd mindjárt menteni. Mert akkor megvan ez az első szint. Ami egy jó hír. Ezt a dobozt azért szedjük már föl. Oké, hát hogy Perception az annyira nem fenomenális, de valami. És akkor visszajövünk. Hát majd visszajövünk, ahogy visszajövünk, az már egy mellékág. Itt csak mentünk, hogy mentsünk. Remek! Alakulunk. Hát felteszem, megint lesz itt ellenfél.
Vagy nem? Ahogy ez a láda visszanőtt. Az ellen nem vagyok. Simán visszaszerezzük az XP-t. Ahogy rossz helyre megyek. Legyen így. Oda ezt a töltőt majd aktiváljuk. Ezért voltak ott azok a pókocskák, csak... Au! Túléltük. De ippek, hogy csak. Ebbe majdnem belehaltunk. Ebbe majdnem belehaltunk abba. Benéztünk a tűzgolyóba. Akcióba. Aucs. És se sokkal jobb. Ha-ha. Nem volt tökéletes, de mondjuk elfért. Oké, ennek nem örülök, de így sikerült. Oké, varázslataink visszajönnek. Nem lepődnék meg, azért lennének itt még ellenfelek. De nem. Annak örülök, hogy nincsenek. Még annyira nem is. Elfene tudja. Hát itt nagyon gyanúsan kinéz egy csapda. Oké. Remek. Oké. Aztán... Remek. Ups! Megúsztuk, mert nem halt meg. Anya vaja. Oké, ezt a titkos szobát megúsztuk. Relatív olcsón. Random loot. Oké, még van némi virág, de nem sok. Ezt azért szedjük ki anélkül, hogy gubanc lenne. Ijászt viszonylag könnyen kiszedjük. Ott van az egyik irány. Ez még egy lejárat, vagy van még egy szint, a fene vigyel. Remek. Ez majdnem a legjobb opció volt. Egy ellenfél simán, második viszonylag olcsón. Ahogy még nagyon sokan vannak itt. Még nagyon sok a... No, talán meg lesz. Rizikós, de megesszük. Hogy megpróbáljuk. Tűzgolyó tekercs. Oké, hát ez pórulját.
annak nem örülök. Most ha nem hal meg, akkor bajba vagyok. Jó, és akkor innen még így is meg vagyunk. Jó, a lejárat kitisztítva, de van még egy szoba. Viszont most nincs ilyen gyógynövényem már. Úgyhogy... Ouch. Hát akkor eszünk egy gyógynövényt, mert fölöslegesen nem akarok nem max HP-n állni. Először a mágussal beszéljük meg a dolgokat. Apránként. Egyúttal az egy szint. Jó, hát akkor mindenképpen ki kell majd menni. Az nem is jöhet szóba, hogy nem. Oké, egyenlőre jók vagyunk. Még van egy íjász vagy valami ilyesmi. De egy íjász magában már nem kihívás. Bár azért nem is kevés. Ne felejtjük, hogy potenciális csapda. Nyerő, ez tetszik. De azért, ha megtalálnám a csapdát, azt örülnék, feltéve, ha van. Bár lehet, hogy nincs. Ez a speciális szoba, ahol nincs csapda. Jó. És akkor muszáj vagyok kimenni, mert szintet is léptünk, meg elég sok mindent takarítottunk, úgyhogy ezt jó lenne nem eldobni. Mondjuk a... Hogy hívják, ott össze is szedhetnénk belőle. Oké, ez így mondjuk egyszerű volt. A még nagyobb sebzést. Nem vártam volna, hogy ezek visszanőnek. Ahogy ugyanígy az összes többi szörnyikét se, amit esetleg visszanő. De ezek szerint a csapda szörnyek visszanőnek nagyobb részt. Meglepő. De ezek szerint így működik. Na mindegy. Aztán mit tudunk itt venni? Kapunk még 5% dodge, az nagyon-nagyon fincsi lesz, és utána jön a két mozgás körönként a következő szintre. A legnagyobb szintünk lesz gyakorlatilag. Jó, hát megyünk vissza. Ezen nincs is mit kérdezni. Remélem nem nőtt vissza a teljes lakosság. Hát most azzal nem cifrázunk. Tudom, hogy elég nagy része azoknak visszanő. Technikailag. De hát nem az a kritikus. Oké. Ahogy itt egy ilyen is visszanőtt. Na, annak nem örülök. Főleg, ha nem magában van, akkor főleg nem örülök neki. Ja, simán visszakapjuk a manát gyakorlatilag bármelyik varázslatér egy támadásért.
annak azért örülök. Itt most pókok. Nem csak pókok, hanem ilyen egyebek, és azt hiszem a pókokkal hadakoznak. Pókokat felteszem, bedarálták. Ó, elég sokan vannak. Először azt likvidáljuk. Oké. Hát ez érdekes, hogy mi és miért nő vissza. Remek. És akkor az utolsó szint. Hát azért töltsük fel azt a támadást. Hát ha a belépő szobába egyből kellett. Szerencsére nem. Ennek örülök, hogy a pályatervezésnél figyelembe vették, hogyha belépsz egy szobába, akkor ott azonnal ne legyen egy... jön egyből egy... nem tudom, hogy ez egyből. Ott nem jön egyből valami olyasmi, amit... amire azért illetlenség azt mondani, hogy ott vagyon. Jó, Maci! Én érzem úgy, hogy a Maci közelében nem akarok lenni. Miért van ilyen érzésem? Azt nem tudom, hogy érvényes, bár azt hiszem ő volt a vezér. Mondjuk úgy. Jó, kis Maci még nem járt le. Most már lejárt, akkor talán el tudjuk fogyasztani. Vagy nem. De mindegy is, azért vannak a varázslatok, hogy használjuk. Háhá. Oké. Hát ezt szedjük föl. Ez egy kicsit merész volt, de bejött. Oké. Csapda valami. Úgy látom semmi. Legalábbis egyenlőre. Ott mintha lenne egy ilyen kulcsos ajtó. Ez a csapda elég durva volt. Oké. Fene vigyen el. Ez nem biztos, hogy jó ötlet volt. Oké, innen kilőjük ezt. És akkor a másik csapdát is. Remek! És akkor végre megnézhetjük azt a ládát. 1000 arany. Egy újabb ilyen dirty trick. Akármi. Meg egy orb of retreat. Jó, a dirty tricket azt tegyük meg. Tanuljunk újabb galátságokat. Nem mintha egyébként a mi egyebet kiszednénk, és akkor... vagytok itt páran. Együnk egy virágot. Jó, hát azok szépen fogyjanak el, azért vannak. Oké, köszönjük varázsló, igazán rendes volt.
tőled. Azért 14-et harapott, csak úgy simán. Ha nem figyelünk egy rosszabb pillanatába, simán meg tud enni minket. Oké. Annak örülök, hogy az egyik ilyen tornyot megrágtuk, gond nélkül. A kérdés, hogy itt mit találunk. Fogalmam sincs, mert azt gondoltam volna, hogy ez már a vége volt a pályáknak, de nem. Még van. Még határozottan itt elég sok ellenfél van. Ja, hát ezt így meg tudjuk gond nélkül lenni. Aztán ugorjunk be. Jó. Kis manát elpazaroltunk, de hát az azért van. És úgy látom, ez meg már csak egy ilyen rablótanya. Az a tűzgolyó mondjuk szimpi. Bot. Oké, azt hiszem ennyi volt. Remek. No, hát ha csak valami furcsaságban nem futunk bele, akkor azt hiszem ennyi volt. Nem egy rövid menet. Háromszintes masszív dungeon. És azért elég erős ellenfelekkel. Ami bőven elég volt arra, hogy amikor nem figyeltünk, akkor meg is egyen. Oké, azt hiszem erre van a kijárat. És hát bízok abban, hogy random szörnyikék nincsenek. Ez így nem igaz, egyébként a 12. szintük is nyavaják. 17 XP, nem sok, de azért nem is nulla. Azért nem is nulla az ellenállásuk. Jó, hát ez úgy érzem, ez pont ide van téve, egy mészárlásra. Hát, ez mondjuk nem sok, ezért majdnem nem érte meg ide sétálni. Azt hiszem, ha jól értem, egy-egy extra alkalommal van feltöltve a raktár, hogy úgy mondjam, a szönyvtár. Amiben van ráció, hiszen ilyen formán az arra alkalmas, hogy amikor visszajövünk, pont mint amit most csináltunk. Ó, ez most már nagyon könnyű lesz, ha ide elsétálunk. Persze rengeteg idő, amíg oda elmászunk. Eddig el kéne. Jó, már csak azt én tudnom, hogy kitől kaptuk ezt a questet. Hát csak arra kéne emlékeznem, hogy ezt kitől kaptuk. Azt hiszem valamelyik kovács. Meg egyébként is el kell adni a cuccokat. Jó, hát a értéktelen, nem mágikus cuccokat kérdés nélkül eldobjuk. Dex van benne, az nem érdek. Van benne egy intellekt. Mana nem különösebben. 11-es sipka ritka. Ez
11 az azért jóval nagyobb. Meglátjuk. Ebben mana... 6 mana az nem érdekel. Dex és stamina nem. Elemi cucc nem. 5 willpower jöhet. Arcane nem. Ez semmi. Ez szintelen. Hogy úgy mondjam, perception nem. Oké. Stamina dex pedig jók. Masszívak, de hát az nem érdekes. XP. Hát inkább legyünk hatékonyak, mint hogy egy kicsit több XP-t kapunk, és meghalunk. 4 willpower például. Az tetszik. Nem. 9 az már kevés. Annyira sok loot nem volt. És ezek kellenek. Azok egy részét el lehetne adni, de az nem érdekel. Tűzgolyó. Valamikor még jól jöhet. Az nem kell. Egyik se. Nem, hogy az egész. Jó. Akkor... ebből szedjük ki az intellektet. Ebből mit akartam? Ebből semmit nem akartam, csak nem használtuk el. Ezt esetleg megnézzük. 5-ös willpower jöhet. Meg egy 4-es willpower is jöhet. Mondjuk a 3 fizz sem egy hülyeség. Hogy ebben van egy 6-os ellenállás. Oké, itt mondjuk egy 2-es meg egy 1-es ellenállás van. Az 3, akkor 3 a sajátja. Na mindegy, a 6-ot szedjük ki. És akkor az 1-est lecseréljük mondjuk egy 6-oskára. Az úgy érzem azért előrébb van. És akkor szerintem még egy 2-es intellektet ebbe a 2-es helyére. És még mindig előrébb állok. Még mindig jobb sípka lett belőle. Van egy 4-es ellenállás. Meg egy 3-as elemi. Jó, oké, az elemi sem állt, mert varázslatok most már rendszeresen repkednek. Egy 4-es fizikai, 3-as... nem tudom, ezek az 5%-ok. Hogy őszinte legyek. Azzal nem vagyok. A kritekkel se vagyok meggyőződve, bár hasznos. Ezt mondjuk jobb lenne, ha nem egy ilyen gagyi Uncommon lenne. Úgyhogy egy jó melvértet szeretnénk akkor. Azt azért kimondhatjuk. Van egy jó melvérted. Ami hatalmas védelmet ad. Engineering Blueprint 3000-ért jöhet. 5000-ért tanulhatunk tovább, azt most nem. 3000-et azt elfogadtam. Oké, azt hiszem itt volt egy másik alak. Nem tudom, hogy neki kellett-e. Úgy látom, nem. Az egy opció, hogy megnézzük, hogy kinek kell. Udger, tehát a másik kovács lesz az. Azt hiszem, hogy dél felé volt.
a híd túloldalán. Jó, hát azért még megkeressük ezt a questet. Tudjuk le. Hát... az egész menet az gyakorlatilag egy quest sikeréről szól. Most azt látnám, hogy merre van. Hogy őszinte legyek. Ettől nem lettem előrébb. Hát most nagyon nem látom ezt az Udgert. De lehet, hogy ez az én hibám. Na mindegy. Keresgéljük. Hát, ha